barátkoz, a gyertyalángol, így maradsz majd tiszta és szerint. Rohan az élet, és úgy kell élned, hogy amit megtettél, soha meg ne bánj, soha többé meg ne bánj. Elnyíló virág, valahol oly egy a sorsunk, elmúló világ, valahol magunkban hordunk haldokló mezőt, minden már a véget ér a nyár. Elnyíló virág, ne akarj te mindig új hazád. Ne keresd a halhatatlant, köszönd meg és becsüld meg a már. Rohan az élet, és úgy kell élned, hogy amit megtettél, soha meg ne bánj, soha többé meg ne bánj. Thank you.
Amar, no tengo ni idea.
Ismételtette Tamir. Nektek ez más volt, mint a többi. Tudjátok, számotokra ez már a búcsú napja, az utolsó együtt töltött nap. Gyorsan eltelt ez a 8 év, még ha néha hosszú időnek is tűnt. Bizonyára bennetek is végigpörögnek az együtt töltött évek emlékei. Kisiskolás korunk a József Attila úton, majd a nagyiskolai évek, a közös rendezvények, sportesemények. Eljött az idő, hogy búcsút vegyetek az iskolától és tőlünk. Reméljük, sikerül majd beilleszkedni az új közösségbe, és gyorsan találtok majd új barátokat. Kívánjuk, hogy legyetek sikeresek, érjétek el céljaitokat, és teljesüljenek álmaitok. Jobbágy Károly, búcsúzó. Búcsúzunk attól, aki minket éveken át a jóra intett, tanított, s védett, hogyha kellett, így cseperedtünk szíve mellett. Mennyi apró és nagy viharban vitt minket féltve, szinte karban. Lelkünket mentve, fedve sokszor, volt jövendő záporoktól. Volt otthonunk, és legtöbbünknek anyánk, apánk, ki kísért minket. De amit ők nem tudtak adni, azt kaptuk itt 8 év alatt mi. Apró gyerekként még remekbe léptünk ebbe az épületbe, s most, mint egyetlen pillanat, ahogy hosszú pár éves múltunk, alapzítán megtanultuk. Feletheti anyját a gyermek, álmában új életre kelnek, s öregkorban is fényben állnak, gesztusai elmúlt szavának. Épp úgy mi is már mindenképpen, magunkba zárva, rejtve, szépen visztük azokat, kik szerettek, emlékét erősen keretnek. S pajsként emeljük, hogy hazordul, kínoknak kardja ránk csikordul, mert az a pajzsunk, az a vértünk, mit itt tanultunk, s végigértünk. Kedves tanárok, diákok! Megint eltelt egy év, a ballagon 8-osok számára pedig ez az általános iskolai 8 év elteltét is jelenti. Ez az idő lehet hosszúnak, lehet rövidnek tűnik. Nehezen rázottunk bele az iskolai életbe, sokszor más dolgok tűntek számunkra fontosnak. S mégis, nem múlhatott el nyomtalanul ez a 8 év. A tanulásnak sincs vége, megyünk tovább máshova. A vége, vagy ki tudja. Diák marad az ember, amíg él, lesz két a sírig tanulja, nehezebbet elégedni. Köszönjük tanárainak mindazt, amit megtanítottak nekünk az óráikon és azon túl. Az eltelt régi szép időkre fájó szívvel emlékezünk vissza, hiszen oly sok élmény, emlék van bennünk. Búcsúzok az első osztályos tanítónénitől, Bosszányi Tóth Eriktől és Mérini Kokoszki Erikától, akik megtanították nekünk a betűzetést, vezetettek be minket a számunk világába. Búcsúzunk a harmadikos, negyedikes tanítóinktól, Juhár Katalintól és Szentveszti Győztől és Ingábortól. Búcsúzunk felsős osztályfőnökeinktől, Pallavi Sándor és Tóthulik a tanárjainktól, akik oly sok mindent megtettek azért, hogy jó, szebb legyen az olykó göröngyös utakon haladó névőről. Búcsúzunk igazgató bácsitól, az igazgató helyettesektől és a többi tanárjainktől, tanárbácsitól. Köszönjük Törökim és Budai tanárbácsinak mindazt, az edzőtáborokat, a mérkőzéseken elért sikereket. Hozzátok szólnánk még hetedikesek. Ti követtek bennünket a 8. osztályba, ti lesztek a nagyok, de ez még nem azt jelenti, hogy mindent lehet. Legyetek jók, szorgalmasak, fogadjátok meg tanáraitok tanácsát. Lehet, évközben eszetekbe jut majd, milyen jó lenne elbalagni már. Aztán a vég felé ti is úgy érzitek. Bárcsak ne kellene elmenni. Kívánunk nektek is szerencsét. Szokrates szavaival búcsúzunk. Bár a tanulmányok gyökerei keserűek, gyümölcseinél is édesek. Tisztelt ünneplők, kedves vendégeim! Az iskola vezetése nevében köszöntöm a mai tanévzáró és ballagási ünnepségünk valamennyi résztvevőjét, a búcsúzókat, a búcsúztatókat és minden kedves vendégünket, akik megjelenésünkkel megtisztelték iskolánk közösségét. Virágcsokrok, könycseppektől fátyolos vagy örömtől sugárzó tekintetek.
amikor felhangzanak a dalok, azok a dalok, amelyekkel az évtizedek során sok száz kisdiák hagyta már az iskolánkat, hogy tovább lépve, új utakon haladva éri el a távoli célokat. Iskolánk 298 tanulója ünnepel ma, közülük 40-en utoljára velünk. Kedves ballagó nyolcadikosok! Az emberek életében vannak fontos pillanatok, melyek megélt élményei életre szóló emlékként maradnak meg. Az elmúlt idő, a tegnap és a ma is ilyen pillanatokat tartalmaz, és a legszebbeket megőrzi az emlékezés. A ballagás elköszönés az iskolától, összegzés, mely egyúttal újabb tennivalók megjelölése is. Ma búcsúztok az együtt töltött 8 évtől, de úgy hiszem nem könnyű itt hagyni az iskolát, hisz 8 év nagy idő, és a megszokás nagyon erős kapocs, különösen, ha érzelemmel, szeretettel párosul. Nagyon sok esemény, közös élmény, öröm és mitagadás időként bánat is fűz titeket az iskolánkhoz, társaitokhoz, hozzánk. Valószínű, hogy idővel az eredményeket, a kedves emlékeket, a szép napokat, órákat őrzitek meg. Egy olyan évfolyam köszön most is el iskolánktól, melynek sok tanulója sokat tett azért, hogy törekvéseink valóra váljanak, hogy közös céljainkat a közös feladatok megvalósítása útján elérjük. Pedig nem volt minden egyszerű. Nap mint nap fel kellett készülni az órákra, elsajátítani a tudományi alapjait, mindez azért, hogy a szerzett ismeretek birtokában, ha sokan bizonytalanul is, voltatozva, segítségüket igénybe véve vagy önállóan, de olyan pályát választhatok magatoknak, amely felé bátran indulhattok tovább. Egy nagyon fontos. Megtorpannotok nem szabad. Az új iskolátokban ősztől új rendülettel és tudatos akarással, napi felkészültséggel kell az újabb célokért dolgozni. Nem lesz könnyű. De ha ezt megteszitek, nem fog csalódás érni benneteket. Az évek során igyekeztetek saját és közösségeiteket kialakítani osztályfőnökeitek segítségével. Sokszor örülhettetek sikernek, sokszor bánkódhattatok a kudarcok miatt. És mindez együtt az igazi diák élet, a felhőtlen gyermekkor. Aki a hétköznapok szürke egymás utánjában mindig nyugodt lelkiismerettel jött el az iskolába, mert tudta magától, hogy hozza a tőle telhető legjobbat, legtöbbet, és ezt tovább viszi, hiheti, hogy megállja a helyét az elkövetkező idők során is. Ezt kívánjuk a legőszintébben számotokra. Azt szeretnénk, ha felnőttként majd úgy élnétek és dolgoznátok, ahogy a társadalom minden tagjától elvárja. Becsületesen, szorgalommal, a közösségért, a hazajavára. Szeretnénk büszkén lenni rátok, hiszen ahogy szüleitek örülnek boldogulásotoknak, úgy egy-egy pedagógus számára is az jelenti munkája sikerét, ha volt tanítványai jól haladnak a választott úton. Kedves ballagó diákok! Nevetekben is megköszönöm szüleiteknek a gondoskodást, hogy mindennapi számtalan gonddal bajjal teli életük, munkájuk mellett mindent megadtak nektek, ami a boldogulásokhoz szükséges volt. Köszönöm az iskola céljait támogató segítséget, a törődést, az iskola iránt megnyilvánuló érdeklődést, bizalmat és tiszteletet, a közösségben, a közösségért kifejtett tevékenységet. Nevetekben és a szülői munkaközösség nevében köszönöm meg tanítóitok, tanáraitok emberformáló, jövőt alakító munkáját, amit az iskola megkezdésének első napjától kísértek benneteket, akikkel gondjaitokat, örömeiteket megosztottátok. Köszönöm a virágokat, a kedves szavakat, amikkel köszöntöttétek nevelőiteket. Ha most elhagyjátok iskolánkat, ne búcsúzzatok mindentől, ami ide fűz. Őrizzétek magatokban a jót, a szépet,
amit ez az iskola 8 év alatt mindenkor igyekezett megadni nektek nevelői által. Az iskola, melynek kapui, ha becsukódnak mögöttetek, egy korszakot zárnak, a gyermekkort. Felnőtt fejjel keresni fogjátok, ha sok idő múlva is, de előbb vagy utóbb a többség visszatér a gyermekkor színhelyére. Ezért nem búcsúzunk véglegesen, a viszontlátásra. Egy kis örömet
nekem. Neves, hisz így szeretlek, vidámnak és kedvesnek, lássalak, ha nem leszel velem. Nehéz most messze menni, de könnyebb elviselni, ha rád majd így emlékezem. Titokban sírhatsz, egy kicsit még, várj is meg, ne félj, újra visszajövök, de addig ír, gyakran ír, így szeress egy kis örömet, kell, hogy várj, várj is meg, ne félj, újra visszajövök, de addig ír, gyakran ír, így szeress egy kis örömet. Melletted minden reggel vidáman ébredek fel, s könnyűnek érzem mindenem. De néha egy hang a szívemben új útra szólít engem, talán nem érted meg sohasem, hogy nem tudom, mit tegyek, nem tudom, hogy legyen, miért is nem lehetek egyszerre két helyen. Ó, Istenem, miért nincs két életem? Másik szabad lenne, minden nap szányra kelne, s mindenkit szeretne, akit lehet. Ha volna két életem, tudnám, amit ma nem. Bár volna két életem, hinnék mindenkiben. Yeah.
nem fájna semmi sem. Bár volna két életem, nevetnék mindenem.